Kedves nézőink, Önök a Tapolcai Városi Televízió sportmagazinját látják. Köszöntöm Önöket sportszerkesztő kolléganőm Antal Edit nevében is. Sportmagazinunk elején kérem hallgassák meg rövid sporthíreinket. Vívás. A lengyelországi Torunban rendezett U23-as vívó Európa bajnokságról a magyar korosztályos párbajtőr válogatott ezüstéremmel tért haza. A válogatottnak két Eszelbau Balaton vívóklubos tagja is volt, Hans Finkel Márk és File Mátyás. A döntőben egyetlen tussal kaptak ki, 44-45 arányban az olaszoktól. A negyed döntőben Dániát 45-20-ra, az elődöntőben 45-42-re az oroszokat győzték le a fiúk. A döntőben Márk -3-ról fordítani tudott, de a hajrá nem sikerült. A zágrábi felnőtt vívó Európa bajnokságon az egyéni párbajtőr versenyszámban Rédli András legjobb magyarként a 7. helyen zárt. A lengyel és izraeli ellenfél legyőzése után a címvédő orosz Szuhovot is verte, majd a negyed döntőbe jutásért a francia Robeirőtől szenvedett egy tusos vereséget a hosszabbításos mérkőzésen. Véget ért a floorball házi bajnokság a katolikus iskolában. Minden évben a felső tagozatosok részére megrendezésre kerülő házi bajnokságra a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola tanulói közül idén 9 csapat nevezett. A heteken áttartó mérkőzés sorozaton izgalmasabbnál izgalmasabb megmérettetéseket láthattunk. Az idei évben 3. helyezést ért el a Nyírő Ádám, Molnár Dániel, Hóz János és Rámli Ivett alkotta csapat. A dobogó 2. fokára a Karafiát Alexandra, Bán Ramona, Fekete Balázs, Csomor Dávid alkotta csapat állhatott fel. A rendezvény győztese a Ludwig Tamás, Bicsérdi Bálint, Simon Kevin, Nagy Sándor Tamás alkotta csapat lett, akik már nem először mutatják meg tudásukat ebben a sportágban. A házi bajnokság gólkirálya Buzás Beltalan lett 52 találattal. Ultramaraton. Június 1-én 7. alkalommal rendezték meg a Balaton kerülő 212 kilométeres ultrafutóversenyt. 152 egyéni és 350 váltó állt rajthoz, közel 3500 futó. Domán Gábor és Vadász Attila egyéni versenyszámban indult. Domán Gábor 3 óra 19 percet javított tavalyi eredményén, 25 óra 20 perc alatt kerülte meg a Balatont, s ez az előkelő 12. helyezést jelentette számára. Vadász Attila izomgörcsök és elléhezés miatt kénytelen volt 110 kilométernél feladni a versenyt. Barátságos labdarúgó mérkőzésen csaptak össze az elmúlt hétvégén a Veszprém és Somogy megyei labdarúgó játékvezetők. Kameránkkal mi is ott voltunk a gólgazdag mérkőzésen. A városi sporttelep kiválóan előkészített centerpályáján rendezték a Veszprém megyei és a Somogy megyei labdarúgó játékvezetők labdarúgó mérkőzését. Veszprém megye összeállítása: Földi Kornél, Mohos Pirán kapuban, Szalai László, Baranyai Tamás, Piller András, Pák Csaba, Aradi József, Gáspár András, Piringer Krisztián, Molnár István, Szabó Máté, Mohos Mátyás, Vencel Imre, Bognár Tamás, Görög Imre, Horváth Patrik, Mitók Patrik, Szalai András, Fülöp Kristóf, Márton Zsolt. Somogy megye összeállítása: Ferenc, Kis, Knézics, Eurek, Cserföldi, Kristóf, Varga, Perák, Konclik, Takács, Ballér, Horváth, Újlaki, Balikó és Kovács. A találkozó érdekessége volt, hogy mindkét megyei igazgató pályára lépett. Csendes Balázs a Somogy megyeiek részéről, Csík Ferenc a Veszprémi igazgatóság részéről. Az első félidőben 2 gólos előnyhöz jutottak a vendégsomogyiak, majd a második félidőben rákapcsolt a hazai csapat, és úgymond legázolta az ellenfelet. Gólgazdag mérkőzésen 7-6-ra győzött Veszprém megyei válogatott. Gólszerzők a hazai részről: Baranyai 4-et, Csík Ferenc 2-t, Szalai 1-et, illetve az ellenfél góllövői: Csík öngól, Ballér Berák és Takács György. A sportszerű mérkőzést Takács Gábor, Fülöp Zoltán és Piringer László dirigálták. Sikereket értek el a katolikus iskola diákjai az atlétika területén. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola diákjai egyaránt a városi és a kisiskolások között megrendezett atlétika versenyen képviseltették magukat. A városi versenyen Kupicik Dániel 3. helyezést ért el 60 méteres síkfutásban.
A kisiskolák között zajló megmérettetésen Kónya Elizabeth 800 méteres síkfutásban harmadikként ért célba, míg a fiú és a lány svéd váltó egyaránt a dobogó második fokára állhatott fel. A lánycsapat tagjai Mersics Lili, Molnár Barbara, Kónya Elizabeth, Ménes Maja. A fiú csapat tagjai Orbán Balázs, Kupicik Dániel, Bicsérdi Bálint, Háromi Bence. Judo. A Pápán rendezett első Bakonykupa nemzetközi judo versenyen összesen 218-an léptek tatamira, több súlycsoportban és korcsoportban, köztük a Simon Judo iskola versenyzői is. Ismét remek eredményeket szállítottak a versenyről. Az U13-asoknál győzött Sipos, harmadik helyen végeztek Horváth és Farkas. Az U9-es korcsoportban a dobogó legmagasabb fokára léphettek Szalai és Szántó, a harmadikra is ketten Cseh és Kalla. Ezüstérmet nyert Medve. Az U11-ben is két aranyérem született, Gacsnak és Farkasnak köszönhetően. Hosszú idők után a legjobb eredményt hozta és a legjobb teljesítményt nyújtotta a Tiac megyei első osztályú labdarúgó csapata. Az éremátvétel előtti órákban találkoztunk a csapattal, edzőjükkel és néhány játékossal készült interjúnk következik. Pontosan, amit elterveztünk a szezon elején, az szerencsére sikerült megvalósítani, az első háromba érkeztünk. Hát igen, ez a tavaszi szezon alatt viszont abszolút nem vagyok megelégedve, mert hogyha meg tudtuk volna ismételni az őszi szezont, akkor úgy gondolom, hogy még az Urkutot is meg tudtuk volna szorítani, de sajnos nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogy elterveztük. Viszont tényleg egy nagyon jó hajrával, hiszen az utolsó négy mérkőzésen 10 pontot gyűjtöttünk össze, sikerült dobogóra érni végül is. Nekem az elsődleges célom az volt, hogy emberileg olyan játékosokat hozzak ide, akikkel úgymond lehet dolgozni, és szerencsére, hogy ez az elmúlt két évben sikerült is, hiszen semmi széthúzást nem tapasztalok az öltözőben, ami egy hatalmas nagy erény egy csapat életébe, viszont azt meg kell értsék a srácok, hogy edzés nélkül viszont nem lehet, tehát egyszerűen nem lehet. És volt egy olyan periódus most a tavaszi szezonban, amikor hát sajnos nem úgy jöttek ki a dolgok, ahogy szerettük volna, és hát úgymond úgy kellett összeszedjem őket, összerángatni őket, mert sajnos egy páran elvesztették a hitüket is, és szerencsénk volt, meg kell, hogy mondjam, hogy az eredmények is úgy alakultak, hogy nekünk kedvezőek voltak, és még egyszer mondom, az utolsó hónapban tényleg megértették azt a srácok, hogyha érmet akarnak szerezni, ahhoz tenni is kell valamit. Tehát a mostani csapatban mindenkire számítunk, viszont ez a tavaszi szezon a hiányosságainkra is fényderített, és igazolni viszont kell. Nem lesz egyszerű, megmondom őszintén, de hogyha a csapat magját meg tudjuk tartani, és én úgy, hát a mostani beszélgetéseink után úgy gondolom, hogy sikerül, akkor jövőre még egy ütőképesebb csapatot tudunk kiállítani. A jelenlegi csapatban te vagy a legrégibb bútordarab, megjártad az MB2-t anno, aztán MB3, most itt megmaradtál ennél a csapatnál. Ennek van-e valamilyen fajta magyarázata? Hát azt gondolom, hogy a kényelmi oka is volt, mert helyben volt nyilván mindig ez a csapat, ahol lehetett játszani. Szerencsém volt, hogy már játszottam az MB2-ben és az MB3-ban is. Hát az, hogy most éppen a megyei első osztály jutott nekünk, nyilván a saját hibánk is, de ezt kellett elfogadni, úgyhogy nem is fordult meg igazániból sohasem a fejembe, hogy más csapatba igazoltam volna. Jelenleg azt hiszem, te vagy a csapatnak a legidősebb játékosa is. Mennyire fogadnak szót neked a fiatalok, vagy tudsz-e nekik valamilyen fajta szakmai tanácsokat adni? Hát én azt gondolom, hogy azzal sosem volt probléma, hogy nem fogadtak volna szót, de nem is vártam én olyan szinten el senkitől, hogy nekem szót fogadjon. Azt gondolom, hogy nagyon jó összhang volt ebbe a idei csapatba, és nem is volt ez kérdés, hogy valaki a másik fölé nőjön úgy, hogy az a másiknak zavaró legyen, úgyhogy ez bízom benne, hogy senki nem is érezte így, hogy ez kérdés lett volna. Elsős korod óta, 6 éves korod óta rúgod a bőrt, és mindig te is tapolcán voltál. Nem vágytál soha sehova? Nem, igazából azt gondolom, hogy itt nőttem fel, és szerencsésnek érzem magam, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok. Soha nem fordult meg a fejembe, hogy máshova igazoljak. Ez nekem egy hobbi, nem egy hivatás, ahhoz meg tökéletesen megfelel itt minden. Fel tudnád-e sorolni azokat a szakembereket, akik az
elmúlt években, tehát 6 éves korodtól foglalkoztak veled, akinek valamilyen szinten köszönettel tartozol, hogy eljuttattak eddig a szintig. Talán lelkes Katinénél kezdtem, aztán utána volt számtalan edzőm, Schneider Zsolt, Anc Malaci bá, aztán nem is tudom, dolgozott elünk a Csáki Laci, meg ugye most a Viski Laci. Igazából mindegyiküknek köszönettel tartozom, mert sok dolog rám ragadt az évek során. Mennyire hogy elégedett a szezonban nyújtott teljesítményeddel? Hát azt gondolom, hogy évek óta nem sikerült már ilyen jó eredményt elérnünk. Ellenben van bennem azért egy kis ilyen érzet, mert jó lett volna megcsípni a második helyezést, ez csak rajtunk múlott, és örülhetünk, hogy harmadikak lettünk. Milyen poszton játszol? Most jelenleg jobb szélső védő vagyok, de rengeteg poszton megfordultam már. Hát Peti, nem gondoltam volna azért, hogy így megkomolyodsz. 13-14 éves korodban, amikor az iskolai foci csapattal kísértünk benneteket a Diákolimpiára, Pápára, vagy itt a pályán játszottatok, te egy olyan hisztis, egy nehezen kezelhető focista voltál, hát remélem megkomolyodtál azóta. Hát úgy néz ki, hogy az évek során szerencsére benőtt a fejem lágya. Talán azért még helyenként előjön belőlem, de így, mint csapatkapitány, el kell folytanom magamban ezeket a dolgokat is. Hát nyilván csapatkapitányként mindenképpen milyen példa az, hogy a CK hisztizik. És így próbálom elfolytani magam ezeket a dolgokat, és pozitív irányba átvinni, hogy ugye, mint látni, itt fiatal csapatban vagyunk, gyakorlatilag 18 és 20 éves az átlag életkor, úgyhogy példát kell nekik mutatni, és terelgetni a fiatalokat. Hogyan kerül, hogyan esett rád a választás, hogy te legyél a csapatkapitány? Mi volt az a kulcs, ami miatt téged bíztak meg ezzel? Hát igazából ugye jött az új edzőnk, a Laci Viski László, ő jelölt ki. Eleinte ilyen vándor karszalag ment, mindig az volt a csapatkapitány, aki a legjobban teljesített, és hát hál' Isten tavaly szezonom elég kiegyensúlyozott volt, és hát így én nálam ragadt a csapatkapitányi karszalag. Nagy boldogos siker a 3. korcsoportos fiú labdarúgásban. A Nagy Boldogasszony Római Katolikus Általános Iskola labdarúgó csapata április 18-án a városi sporttelepen kispályás labdarúgó mérkőzéseket játszott körzeti iskolák ellen. A rendezvényen 9 iskola nevezte csapatát, ezért a játék csoportmérkőzésekkel kezdődött. Az iskola a csoportjában 2 mérkőzést játszott, a Tapolcai és a Zalahalápi Általános Iskola ellen. Az első mérkőzésen még sajnos nem koncentráltak eléggé az iskola játékosai, mert a 8+1 rendszerben zajló játék szokatlan volt számukra, de ezt követően magabiztos győzelmet arattak a Zalahalápi labdarúgók felett. Az első vereségnek köszönhetően már csak a 4., 5., 6. helyért folytatódhatott a küzdelem, ehhez Nyirád és Ré Fülöp csapatával kellett megmérkőzni. Mindkét esetben győzelemmel zárult a mérkőzés, így iskola a 4. helyezést érte el ezen a délutánon, ezzel a kezdeti zavarnak köszönhető pontvesztés után a legjobbat hozta ki a délutánból. A csapat tagjai Melsics Milán, Orbán Balázs, Hederics Tamás, Molnár Dániel, Nagy Sándor Tamás, Hegedűs Kristóf, Sötét Áron, Buzás Bertalan, Cseh Zoltán és Lőrinc Trisztán. Labdarúgás. A megyei első ligás labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában a Tiac hazai pályán nyert a Füszfői AK csapata ellen 1-0 arányban Tüske góljával. A mérkőzésen végig támadó tapolcaiak megérdemelten szerezték meg a 3 pontot, s ezzel a dobogó 3. fokán végeztek. Eredmények az alsóbb osztályokból 2-7 távlatából. Megyei harmadosztály déli csoport. Pécsely-Nyirád 2-2, Káptalantóti Balatonederics 1-2, Zalahalápréfülöp 1-4, Balatonese Balatonszepezd 4-1, Szamaras-Ese Monostorapáti 1-5, Lesence István Duzsa Nemes Gulács Kisapáti 0-1. Balatonszepezd Lesence István Duzsa 4-1, Monostorapáti Taliándörőt Halimba 2-2, Balatonederics Zalahaláp 2-4, Nyirád Réfülöp 0-1, a tabellát Réfülöp vezeti Taliándörögd és Monostoropáti előtt. Megyei negyedosztály Tapolcai körzet. Tapolca VSE Lesence Tomaj 3-0, Nemes Vita UTS-e 3-2, Szent György Hegyese Balatonakali 1-4, Zánka Dörgicse 9-3, Sümeg Prága Sümeg VSE 3-4, Zalaerdőd Gógánfa 2-2.
Sümeg VS Nemes Vita 6-1, Balatonakali Sümeg Prága 5-1, UTSE Zánka 2-4, Gógánfa Tapolca VS-e 2-1, Dörgicse Zalaerdőd 1-4, Szentgyörgy Hegylesence Tomaj 3-0. Az élen a Sümeg VS-e áll, őket követi a Sümeg Prága és a Balatonakali. Nagy számban vettek részt a katolikus iskola tanulói a Gördülj Velünk városi versenyen. Június 12-én ismét megrendezésre került a Tapolca-Diszel kerékpár úton a kerékpáros és görkorcsolyás ügyességi verseny. A Nagy Boldogasszony Római Katolikus Általános Iskola tanulói rendszeres visszatérői ennek a megmérettetésnek, minden évben próbára teszik tudásukat és gyorsaságukat. Idén 10 fő képviselte az iskolát, egyaránt alsós, felsős és felnőtt kategóriában is volt induló. Görkorcsolya versenyszámban az alsó tagozatosok közül Tamás Előd, a felső tagozatosok közül Kovács Vivien egyaránt első helyezést ért el. A kerékpáros versenyszámban az alsó tagozatosok közül Tátosi Dániel első, míg Keller Flórián második helyezést ért el. A felső tagozatban Mersics Milán első, Tamás Boton második és Sági Ádám harmadik helyezést ért el. A versenyen jelen volt még Hegedűs Kristóf, aki egy hatalmas ugratással tette le a névjegyét ezen a délutánon. Az idei bajnoki évadban minden lehető bajnokságban a dobogó legmagasabb fokán végeztek sakkcsapataink. Hogy mi a titka a sikereknek? Erről hallgassuk a legavatottabb szakembert, Paré Józsefet, a sakk szakosztály vezetőjét. Hát nagyon nagy szeretettel gratulálunk ahhoz, hogy ilyen fantasztikus eredményt értetek el az idei esztendőben, hogy minden induló csapat bajnokságot nyert. MB2-t nyert, Veszprém megyei bajnokságot nyert, Izalaj megyei bajnokságot nyert, és még emellett a sok-sok érem a gyerekek részéről, az utánpótlás részéről. Hogyan csináltátok ezt? Igen, így igaz, hogy sikeresen vettünk több akadályt is, amit elfelejtették kihagyni, a 2013-as évi országos 14 éven aluli csapatbajnok is a Tapolcai sport. Elnézést kérek, mondjuk olyan szempontból igazán volt, hogy amit lehetett, megnyertetek. Igen. Ezt is megnyertük. Ez májusban volt pünköskor az országos csapatbajnokságon. 14 éven aluliak csapatbajnokságát megnyertük, hál' Istennek. Ez még nem volt meg a trófeák között, ez a bajnoki cím. Akkor kezdjük a felnőttekkel, a Rockwool-lal. Igen. Hát ugye 2 éve estünk ki az NB1 B-osztályából. Az elmúlt szezon, a 2011-12-es évi szezon az harmadik helyet eredményezte nekünk, és a 2012 és 13-as év, az utolsó bajnok éve, egy kis erősítést sikerült végrehajtanunk, ugye az olimpiai bajnokot visszahoztuk 21 év után, a Mádillikót, és őnek a segítségével hát stabilizáltuk a csapatnak az elejét, és óriási előnye, 16 pont előnye nyertük meg, 2 forduló befejezés előtt már bajnok volt a csapat. És ha jól olvastam, akkor, hogy ebben az utolsó 2 fordulóban azt is megtehettétek már, hogy fiatalkorú, utánpótláskorú, 10 éves versenyzők ültek a sakkasztalokhoz. Igen, tulajdonképpen 12 táblából 7 gyermekversenyző volt, de általában azt el lehet mondani, hogy 3-4 állandóan szerepelt az általános iskolai gyermek a csapatban. 3-4 mindig szerepelt, de a végén már 7-et be tudtam tenni. Illetve 2 olyan játékosnak is, felnőtt játékosnak is helyet tudtunk adni a csapatban, aki egész évben nem játszott, de hát az aranyérmet megérdemelték, mert nagyon régi motorosok már állunk, és tulajdonképpen azokat is be tudtuk tenni. Ez nagyon szívbelengető dolog. Most visszatérve az MB2-es csapathoz, az, hogy az Ildikó visszajött, az nem csak úgy erősítette szakmailag, mint sportágat a csapatot, de úgy gondolom, hogy a csapat tagjaiban egy óriási motiváció is kialakult, akár az idősebbekben, akár a fiatalabbakban, hát mégis csak egy olimpiai bajnok az ő csapattársuk. Ez így igaz, ez nagyon feldobta az egész csapatot, rá sem lehetett ismerni erre a csapatra és az elmúlt évi csapatba, de az ellenfeleket is bizonyos fokig sokkolt a dolog, hogy olimpiai bajnokkal kell játszani, úgyhogy ez 2 éli volt, hogy az ellenfeleknek is hát letaglózó volt, és nekünk meg nagyon-nagyon sokat jelentett pontban.
És akkor hogyan tovább most ezt a kérdést az MB2 megnyerése után föltehetem? Biztos vannak már elképzelésetek hogy arról, hogy mentek-e az MB1B-be? Hát szeretnénk, igen, felmenni az MB1B osztályába, de ott azért tudni kell, hogy a költségek legalább 50%-a magasabbak lesznek. Na most ezt úgy próbáltuk megoldani, hogy polgármester úr segítségével előrehaladott tárgyalásokat folytattunk az eddigi fő támogatónk, a szponzor, illetve a Rockwool, Hungary Rockwool Kft-vel, aki már több mint 12 éve támogat bennünket jelentős összeggel, az ő nevét viseljük a csapatbajnokságon is, és dr. Pajtai Zsolt gyárvezető úrral, és a polgármester úr is részt vett ezen a tárgyaláson, előrehaladott állapotban vagyunk, komoly ígéretet kaptunk az eddigi támogatási összeg megduplázására, amely akkor, ha ezt megkapjuk, akkor tudunk indulni az MB1B osztályába. De egyelőre az aggaszt a dolog, hogy e hónap végén, június végén nekem nevezni kell a csapatbajnokságra, és hát az ígéret megvolt, ami bitőben is lesz tartva, nincs jogom, annyira korrekt partner a Rockwool minden vezetője, annyi a korrekt partner volt 12 év óta, hogy nincs okom kételkedni, de... A nevezési díjat ki kell fizetni. Tessék, parancsol? A nevezési díjat ki kell fizetni. Ki kell fizetni a nevezési díjat, meg szóval konkrétum még írásbeli garancia nem lesz a kezemben, én nem merek benevezni a csapatba, mert utána a felelősség azért, aki benevezte a csapatot, és... De én bízok benne, hogy ez e hónap végére lerendeződik. Hát persze, hiszen 12 éves kapcsolat, főleg úgy, hogy névszponzor, tehát a csapat a nevét viseli, úgy gondolom, hogy örülnek annak, hogy ilyen gyönyörű eredményt értetek el. Jöjjön akkor a megye bajnokságot nyert csapat. A megyei bajnokságot nyert csapat megy fel az MB2-be? Na most két megye bajnok csapatunk is van, mert egyik tartalék csapatunk Veszprém megyei bajnokságba indult el, a Szüken éppen az utolsó fordulóba tudtuk bizony nyomatékosát tenni a győzelmünket, egy óriási nagy arány győzelemmel, ezt a Rév Fülöp szenvedte el 11,5 arányban, ekkor beelőztük az ajkaiakat, a másik csapatok viszont nagyon magabiztosan 5,5 pont ellen nyerte meg az Alamegyei bajnokságot. Ezek a tartalék csapatoknak az összetétele 70-80%-ban általános iskolás korú gyerek, de ennek is inkább az alsó tagozata. És akkor ők MB2-be van? Valami olyan tervetek van, hogy MB2-be fognak szerepelni? Na most kettő csapattal nincs ilyen tervünk. Szóval mind a kettőnél nincs jogosítványunk rá, mert csak egy MB2-es csapatunk lehet. Tehát döntenünk kellett. A Zala-megyei mellett döntöttünk, mert itt a Zala-megyei csapatnak, Zala-megyei bajnokságban Tapolca, VSE, Kölcsei nyomda néven szerepeltünk. És Kölcsei Norbert úr jelezte, hogy ő támogatja a magasabb osztályt is, amelyet már előlegezett is, és tulajdonképpen osztályzón kellett részt vennünk Mohácssal szembe, amelyen sikeresen vettük az osztályzót, és gyakorlatilag már megvan a jogosítványunk az MB2-re onnan, Zala-megyéből. Csupa jó hír. Igen ám, de itt azért van egy kis probléma. Amennyiben nem indulunk el az MB1-be, akkor az MB2-ben nincs jogosítványunk elindulni egy csapattal, mert ugyanazon osztályban két csapattal nem vehetünk részt. Tehát ahhoz, hogy valóra váltsuk a gyakorlatilag forintosítsuk az MB2-es csapatot a Kölcsei nyomda csapatá részére, a tartalék csapatot, az, hogy a magasabb osztályban induljon egy csapat, amelyik szerintem meg lesz. Én is úgy gondolom, hogy azért az iménti mondatomra visszautalva, hogy 12 éves kapcsolatot, főleg ilyen siker után, ők nem fognak egy ilyen pénzügyi akadály miatt elgörgetni. Itt nem is pénzügyi akadály van, megítésem szerintem technikai akadály van, aláírói. Két aláíró szükséges, amelyikben az egyik a dr. Palota Zsolt úr, itt a gyárvezető úr, az már rendelkezésre áll, de egy külföldi aláíró van a másik, és az ritkán szokott élni Tapolcára. Itt csupán ilyen technikai jellegű akadály van, hogy még nem valósult meg. Nézzük akkor a gyerekeket, Jóska. Tehát most már a csapatokról beszéltünk, hogy az utánpótláskorú versenyzők ugye hatalmas sikereket értek el, akár Juhász Juditra gondolok, akár Érseki Tamarára, nem akarok senkit megsérteni, több nevet is tudnék említeni. Velük most mi a helyzet? Hát most éppen a héten edzőtáborok zajlanak, szakmai edzőtáborok hétfőket szerdán, jelen pillanatban is, ahogy most itt az adás folyik,
három gyereknek az edzőtermünkbe Bodon Norbert nemzetközi mester tart edzést, mert csütörtökön kezdődik az országos korosztályi bajnokság, ami Magyarország legnagyobb sakkversenye, ez a korosztályi döntő, ahol minden korosztályban 10-10 versenyző van, ami elődöntőbe kell ezt kivírni, ezt a jót. És akkor tőlünk, Tapolcáról kik fognak 8 menni? 8 gyerek megy. 8 gyerek. 8 gyerek, 6 leány és 2 fiú indul. Ez csütörtökön kezdődik is. Nem, Balaton lellén lesz, ott szokott ez lenni, és naponta egy forduló van. 9 forduló, naponta egy forduló van. Ha jól emlékszem, tavaly a Judit ért itt el nagyszerű eredményt. Országi bajnok lett a Tamarában együtt, én csak itt Tamarában együtt. Igen, így van, így van, így van. És akkor a következő évre ezeken a csapatterveken kívül milyen elképzelésetek van még, Jóska? Hát a sakiskánk működik ugyanúgy, ahogy eddig volt, és működni is kell, mert nekünk a város vetése ezt szabta meg, hogy ez a legfontosabb profil, nem az NB1B, az jó, ha van, jó, ha van. Nekünk a legfontosabb feladat az utánpótlás nevezés, aminek maradéktalan eleget kívánunk tenni. Persze emellett jó lenne az NB1B is, meg az NB2 is. Tehát ez működni fog, működni kell, illetve az NB1B-ben megpróbálunk bennmaradni, mert nagyon nehéz lesz, erősíteni nem tudunk. Függet, hogy tudunk indulni, de erősítésre semmiféle, ezt jeleztem is a csapattársaim felé, hogy semmiféle erősítésre ne is számoljanak. Tehát azzal a stábbal kell megvívni, egy az egybe, akivel a egy az egyben senki nem jöhet számításba. Egy ajkai kisfiúnak ajánlottuk föl, hogy, jó, hogy lehetőség arra neki NB1-be bejátszani. Az apukával beszéltem, ő azt mondta, hogy majd válaszol rá 2 hét múlva, de eltelt másfél hónap, nem válaszolt, én tulajdonképpen úgy vettem, hogy nemleges a válasza, tehát ő sem élhet számításban. Úgyhogy nem saját erőből fogjuk megoldani. Hát igazából nem újdonság számotokra az NB1-be, hiszen a csapatnak a legtöbbi az idősebbek, azért megjárták már az NB1-bét, tudják, hogy milyen ott a mezőny. Meg azért az Ildikónak a jelenléte, azért úgy gondolom, itt is nagyon sok motivációs erőt fog adni a többiek számára. Igen, igen, erősebb lesz, de megpróbálunk bennmaradni. Ne, nem lesz egyszerű, mert 3 kieső van. Uh-huh. Az NB2-ből 1 kieső volt, a 12-ből, itt a 12-ből 3 kieső van. Ez lesz a célunk, hogy ne essünk ki. Tudjuk, ha kiesne az NB1-bés csapat történet, akkor az NB2 bárhol végez, az autóan is ott tudom. Igen, vinni magával. Igen, igen, ezért kellene. És a megyei bajnokságban meg továbbra is indul, mind a két megyébe indulunk, függetlenül Zala megye egyen följebb lépett, de annyi sok gyerekünk van, több mint 40 igen, gyerekkel versenyeztetni kell őket. És őket is versenyeztetek, és most egy teljes más garnitúra fog játszani az Alamegyei Barisában. Abszolút az sem tagad, hogy iskolai gyerekek. Hát akkor az elképzeléseitekhez és a céljaitokhoz azt kívánom, hogy sikeresek legyenek, valósuljanak meg, és akkor hajrá Tapolca! Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Programajánlónkkal zárjuk mai sportmagazinunkat. A rendezvénycsarnokban június 27-től 30-áig bonyolítják a harcművészeti világbajnokságot. Elkezdődött a nyári szünidő, sok kisdiák programját oldhatják meg a szülők táboroztatással. A Tapolca Kft. Gyermeksport és szabadidős tábort szervez július 1-től július 12-ig 2-szer 5-napos turnusban a 7-től 12 éves korosztály számára. Információkat a www.tapolcacsarnok.hu honlapon találhatnak az érdeklődők, illetve érdeklődni lehet a 0630 565 1130-as telefonszámon. Jelentkezési határidő június 21. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, legközelebb 2 hét múlva találkozunk, addig is viszontlátásra!